Minden együttes, amelyben játszik Gergényi, alapozhat a nagy bedobásra, így most a Fehérvár is. A tovább csúsztatott labdát követően Szabó kifejeli, és ott a lehetőség, és már is megvan a vezetés. Hát ez elég gyorsan ment. 40 másodperc elteltével, Katona Mátyás góljával vezet a Fehérvár. Nem tudott felszabadítani a paksi védelem, és tulajdonképpen lehet, hogy nem is akart nagy gólt rúgni Katona, hogy nem rúgott nagy gólt, az biztos. De így volt számára és a Fehérvár számára a legjobb. Joggal mosolyoghat. Itt a bedobás, jó a továbbcsúsztatás, ugye Lesről nem beszélhetünk, és itt Szabó kifejeli, Katona pedig szépen elpöttyinti a labdát. Ezzel a góllal fehérvári vezetés rögtön a mérkőzés elején. Katona a 7. gólját szerezte már a szezonban.